Kedves vendégek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az Edimalo fogadóban. Az Értékeink élőben programsorozatunk egy újabb szép epizódjához érkezett. Nagy szeretettel köszöntöm a 701-es zenei csoport tagjait. Parancsoljatok bevonulni! A pápaiak nagy örömére a 701-es zenei csoport pápai zenészekből áll, és amint látjuk, a korosabb zenészek mellett már a fiatalabb generáció is megjelent, és ez a pápai zenészeknek, ugye a zenei társadalomnak egy utánpótlást fog jelenteni. Ők vállalkoztak ma arra, hogy Cseh Tamás emlékezetére fognak muzsikálni. A koncert során felhangzanak majd Cseh Tamás dalok is, de a 701-es zenei csoport saját dalai is megcsendülnek. Mielőtt akkor hozzákezdenénk, az Edimalo fogadónak a szellemiségéhez hozzátartozik, hogy a rendezvényeinken nincsen belépő. Nagyon szívesen fogadunk adományokat, a hátuk mögött azon az őszi szép díszítésű asztalon található egy adományláda. Aki érdemesnek találja a programot arra, egy mozijeggyel támogasson bennünket és a zenészeket. Köszönöm szépen, és akkor... Még nem történt semmi sem, és elszállt az életem, sőt annál is több ma már, ami elmúlt. Azt hinnéd jó most nekem, hát nem voltál mindig velem, és nem láthatod, hogy ez csodságot. Mert mindig azt kérdezem, hol van az értelem, mértéknek orrá az álmok. Miért győz az érdekem, mindig a félelem, miért nyílnak sárga virág?
gondoltam, ennyi az élet és semmi több. Egy darab kenyér, egy pohár víz, s egy mesztelen lány a párnám közt. Az iskolában sok költőtől tanultam szép verseket, és magamban csöpögtettem verszakonként az életet. De a sínekre fekve mennyire könnyebb a költő, már nem írta meg, hogy kipróbáljam vagy kitaláljam, hogy melyik eredményesebb. Nézd, álom a szőr, az est.
Inspirál bennünket. Mert nem esik ám mindig jól, ha oly sokan jönnek. És csak jönnek, és jönnek, és jönnek. Nekik szól ez a dal a vándorlóknak. Thank you.
Komcsiét, másképp hívják már, és én sem ott lakom. Nem térünk vissza, úgy gondolom. Törlesztést fizettünk már a lakbér helyett. Azt hittük egyszer, tényleg a miénk lehet. Belőltünk neki akár a többiek. Ahogy szárnyalt a frank, azért elmondhatom, hogy mégiscsak megpróbáltam, még ha más is lakik most abban a rohadt lakásban, de nem is lakás az, csak úgy van nyilván tartva. Látom rajtad, félre nyírt, de ne is félre, csak ennyit kérek, te tovább.
de lelepődj meg, ha sohasem dobok. Azért én még melletted vagyok. Ha hideg van és fázol nagyon, a bőrcsekimet majd kölcsönadom. Ha magadra teríted egész testemet, majd megpróbálom, hogy forró legyek. Thank you.
nem kell megírni. Pordal.
Egy percig szeretnék picit személyes is lenni, talán Miss annyi ismerős van itt köztünk, szinte úgy érzem magam, mintha egy nagy családban ülnénk itt együtt. Egy tanár életében, aki zenét oktat, mint én, azok a legszebb pillanatok, amikor volt növendékeiben muzsikálhat együtt, már nem középiskolás fokon. Itt és most épp ezt élem meg, amikor a tanár-diáki viszony a csókolom Csaba bácsi attitűdből egy másik, magasabb emberi zenei dimenzióba emelkedik, és barátságá nem esedik. Hölgyeim és uraim, az a három muzsikus, akiknek a zenészé válásában talán én is egy picit bábáskodtam, szeretném bemutatni önöknek pár szóban. Önöknek tehát jobbról balra a mindig mosolygós, győri zeneművészeti főiskolás, az órami pontosságú ütős Lődi Bence. A pesti élet aszfaltját és a kőbányai zenestúdió padjait egyaránt koptató, mindig sármos bassgitáros Martin Bence. A Pegazus, a pápai Pegazus színház is megjárt rendkívül sokoldalú gitáros Kemencki Gábor. Amikor még egy dalt szeretnék eljátszani az én tollamból, a szövegét Zsolt írta, aki most valahol pihen, de hamarosan szükség lesz rá. Úgy szoktuk megkonferálni ezt a dalt, hogy most széthintjük köztetek a szerelem vírusait.